Köszöntöm nézőinket, Önök a Gyöngyösi Városi Televízió nemzetiségi magazinjának áprilisi adását látják. Mai műsorunkban beszámolunk egy családokat segítő 40 millió forintos projektről. Megtudhatják, mi hangzott el, vagy mi hangzott volna el a roma közmeghallgatáson. És bemutatunk egy újonnan alakult roma szervezetet is. Tartsanak velünk! Közel 40 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg a Védőháló a családokért a Szebb Jövőért elnevezésű projekt Gyöngyös, Vécs és Halmaugra bevonásával. A program olyan tevékenységeket tartogat, mint a fiatalok családi életre való felkészítése, vagy a nők és fiatal lányok helyzetének társadalmi egyenlőtlenségének javítása. Védőháló a családokért, a Szebb Jövőért. Mintegy 37 millió forint Európai Uniós támogatásból valósul meg az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület projektje, melynek fő célja, hogy olyan komplex szolgáltatásokat nyújtson, amelyek egyszerre több oldalról kezelik a családok mai korban jelenlévő problémáit. Hogyan tudják felmérni a nehézségeket a hátrányos helyzetű emberek? Hogyan tudnak ezeken tovább lépni? Hogyan segít az összefogás abban, hogy a nehéz helyzeteket, amiben ma élnek, túléljék? Ezen problémák megoldásához járul hozzá nagyban a Védőháló a családokért, a Szebb Jövőért elnevezésű projekt. A program 3 település Gyöngyös, Vécs és Halmaugra bevonásával valósul meg, és 7 nagy fő eleme van. Olyan programelemek, mondjuk önismereti tréning, hogy én magam milyen vagyok, ugye, és hogyan tudok úrrá lenni, ugye, a problémáimon, kezdve onnan, hogy közösségi kertet is fogunk művelni, tulajdonképpen 2 éven keresztül. Tehát az együttműködés, az egymás segítése a hátrányos helyzetű embereknek az, hogy van lehetőség kilábalni a mindennapokból, de ki mit tud, ugye, hogy meg tudja mutatni, hogy ő igenis valaki, tehát ő igenis valamiben több, valamiben jobb, valamiben értékesebb, mint mondjuk a társa. De természetesen mindenki a saját maga erőforrásait tudja itt kigyűjteni, vagy bemutatni. Aztán jogsegélyszolgálat, ugye, mert nehéz helyzetben vagyunk, mindenki, szükség van rá. Ugye, és ez a családokat segíti, vagy azért, mert nincs pénz, vagy azért, mert egyáltalán rávilágít arra, hogy ténylegesen milyen támpontok, milyen kapaszkodók lehetnek a családoknak. A programot úgy építették fel, hogy főként a hátrányos helyzetű embereknek, családoknak tudjanak segíteni. A fiatal lányokat, nőket is megcélozza a projekt, hiszen szeretnék, ha minél kevesebben válnának kapcsolati erőszak áldozatává. Fontos célunk az is, hogy itt a térségben a projekt eredményeként egy nőkből álló ilyen civil szervezetet hozzunk létre, ami azt jelenti, hogy igenis a nők ki tudnak állni, és legyen az hátrányos, legyen az értelmiségi, de együtt, erősen, összekapaszkodva meg lehet jelenni, és sokkal könnyebben, bátrabban úrrá lehet lenni minden nehézségen. Előzetes szükségfelmérést is végeztek a projektbe bevonni kívánt településeken. Mielőtt a projektet teljesen a szakmai tartalmát összerendeztük volna, hogy így mondjam, egy 250 fős kérdőívet dolgoztunk föl, tehát 250 főt kérdeztünk meg Gyöngyösön, tehát összesen, de a 3 településen, ugye, mert itt 3 településről van szó, Gyöngyös, Halmaugra és Vécs. Ez a 3 településről 250 ember adott válaszokat a mi kérdéseinkre, hogy mit szeretnének, hogyan látják ők a helyzetüket, miben tudnánk segíteni, miben tudna ez a projekt segíteni. És hát ugye a családnak a jelentőségére is fölhívni a figyelmet, mert a projektben ugye fiatalok, fiatal lányok, fiatal felnőttek, munkaerőpiacon megjelenő emberek is ott vannak, és ők is a célcsoportjaink, és hát ezeket mind-mind felmértük. Természetesen segített ugye a munkaügyi központ is, illetve hát a statisztika, a KSH adatait is alapul vettük, illetve azokat a eddig elkészült tanulmányokat, amit a esélyegyenlőségi terveket is elemeztük, ami ennek a 3 településnek az esélyegyenlőségét és a jövőbeni tevékenységeket mutatja. Az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület elnöke szerint a példanélküli kezdeményezés nagyon sokat javíthat a jelenlegi helyzeten. Büszkeséggel mondhatom el azt az Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület nevében, hogy az észak-keleti régióban
talán, sőt az országban is majdnem, hogy egyedülálló az, hogy roma civil szervezet főkivitelezőként ehhez hasonló Európa Uniós pályázatot megnyerhetett volna. Ennek a védőhálónak a költségvetése 37 millió forint. Lakatos Zsolt hozzátette, az összefogásnak is köszönhető az, hogy ez a projekt megvalósult. Nagy öröm volt számomra az is természetesen, hogy városon kívüli együttműködő önkormányzatok, civil szervezetek, egészségügyi intézmények és szociális szervezetek első kézből együttműködő partnerekké váltak. Az is nagy örömmel töltött el, hogy aki kimagaslóan, alázattal, tisztelettel együttműködő partnerként jelent meg Gyöngyösváros polgármestere Hisz György, ezért én úgy gondolom, hogy nagy köszönettel tartozunk és tisztelettel, hiszen ő is értékelte és látja ennek a hozadékát, hogyha közösen összefogunk, a romákat beépítik, roma civil szervezeteket beépítik a társadalom vérkeringésében, amely értékeket teremt, akkor bizony közösen sokra tudunk sok mindent vinni. Igenis, muszáj beszélni a problémákról, ezt Gyöngyös polgármestere mondta, aki hozzátette, a városban jelentős számú hátrányos helyzetű lakos él, akiknek ez a projekt most sokat segíthet. Gyöngyösen viszonylag nagy számú roma közösség él, és minden olyan segítség, beavatkozás, akár a gyermekek, fiatalok, roma lányok, akár a családok segítése, minden olyan programba, ezek pici lépéseknek tűnnek, de nagyon sok ilyen kis lépés kéne, hogy a helyzet javuljon. Tehát ha nem beszélünk róla, ettől még egy nagyon feszült viszony van. Ezek a családok mély szegénységben, többnyire iskolázatlanok, rossz körülmények között élnek, rengeteg a probléma, ha nem beszélünk róla, ettől még ez mind jelen van, és feszíti a társadalmat, úgyhogy minden ilyen segítség, ami picit javít a helyzetükön, és segít a többségi társadalom és a kisebbségi társadalom között együttműködésben, ez nekünk is jó. Fontos azonban azt is megemlíteni, hogy ezen kívül több program is szolgálja a közösség érdekeit, tette hozzá. A Komplesz teleprogram a Máltaiak együttműködésével tavaly lezárult, most még fenntartási időszak van, és a most nemrég beadott pályázatunk, a tavaly beadott pályázatunk, ami a szociális városrehabilitáció 2. üteme, abban is van egy majd 200 milliós olyan szoftveremekre épülő, fejlesztő, mentálhigiénés és nagyon sok egészségügyi felvilágosító része, ami ugyanezt erősíteni, tehát nagyon sok apró munka kell ahhoz, hogy a helyzet javuljon, mert az el kell mondani, hogy nem jó, hát ezen változtatni kell, és ebben a nagy felelőssége van a többségi társadalomnak is. Minden ütemtervszerűen működik majd a 2019 májusáig tartó programban. Egyebek mellett Babamama Klub, egyéni tanácsadás és életvezetési háztartás vezetési kompetencia fejlesztés is vár a résztvevőkre. A pályázat fontos eleme a fenntarthatóság is, hangsúlyozták a résztvevők. Az év első felében kétszer is rendeztek roma közmeghallgatást, mert a februári eredménytelenül zárult a roma nemzetiségi önkormányzat elnökének betegsége miatt. Áprilisban viszont a roma lakosok nem vettek részt rajta, mert nem bíznak abban, hogy valóban megvalósulnak kéréseik. Fizessük az adót, fizessük a kocsiasztót, és ugyanúgy, most nem érünk el semmi felet. Kihez kell ez bejutni a szalmát? Senki. Mert mindjárt lesz, hogy menjünk a kártyát. Most ilyen a tiszta ruhában mennek. Hát mennyit kocsi vennetük, ráfracskolja az egész. Hát még kocsi se kell. Nem ilyen iskolába jönnek, nagy rágyuk, a cipőjük el is árad. Akkor az iskolában mit mondanak? Bizonyosan mennek a gyerekek az iskolába. De ez csak a sár miatt van. Amikor sár van, vége. Ez még a februári roma közmeghallgatáson hangzott el, amely végül eredmény nélkül záródott, mert betegség miatt nem tudtak rajta részt venni az önkormányzat képviselői, csak a lakosok. Azért lesz határozatlan képtelen, mert Ivani Sándor és Nagy András némivel beteg, és nem tudtak jelen lenni a meghallgatáson, és azt most azt szeretnénk, hogy egy jó időpontban legyen a közmeghallgatást. Az eredménytelen közmeghallgatáson nagyobb részben a mindig aktívabb harmadosztályi lakók vettek részt, akik ez alkalommal is megfogalmazták kéréseiket, de az északi városrész problémái is előkerültek. A dorandaiaknak a konténer
volna szükségük, hogy a szemetet oda tárolják, harmadosztály meg az út miatt, mert már pár éve ez miatt harcolnak, és nincs történve semmi. És most azért jöttek erre a meghallgatásra, de sajnos ez miatt. Mi a legnagyobb probléma a harmadosztályon? Hát az út az, hogy nagyon rossz állapotban van, a gyerekek nem tudnak iskolába menni, az, hogy a kocsikat minden héten lehet vinni a szerelőnél, olyan túlcsák vannak, hogy a gömbcsukló kerekek mennek szíjjel. Hát ez a legnagyobb gondjuk harmadosztálynak, a 8 éve harcolnak, de nem tesznek érte semmit. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat mit tud tenni azért, hogy ez az állapot jobbra forduljon? Hát tavaly meg lett beszélve kévéssel, meg a képviselővel, aki harmadosztályt képviseli, azt mondták, hogy tavaly nem volt benne a költségvetésben, idén majd valahogy belerakják, de hát ez nem 100%-os. Mire számítanak egyébként, mikorra oldódhat meg ez a probléma? Hát ezt csak a polgármester tudná megmondani, ha meg lehetne vele beszélni, de hát sajnos kértünk tőle egy időpontot, azt még nem kaptunk idáig. Ez volt a harmadosztály a Durandából. Milyen észrevételek érkeznek? A durandai lakosok mit szeretnének elérni ott az településnek azon a területén? Hát Duranda, az a észrevételük, azt mondják, hogy őnekük a konténer az a nagy bajuk van a közmunkásoknak, hogy egy csomóba rakják a szemetet, és mivel ne legyen szétszórva a szemét, az volna kívánságuk, vagy ha lehetne teljesíteni, hogy egy konténert, amiben tárolnák a szemetet. Mert ugye jön egy cél, az széjjel minden fele viszi a szemetet, meg az, hogy a patakba öntik bele, ha nem tudják máshova. Azt meg azt mondta kévés, hogy a közmunkások nem mehetnek le, mivel nem az önkormányzathoz tartozik. Meg az, hogy valamilyen injekciót kéne, hogy kapjanak, hogy le tudjanak menni a patakba, hogy valamilyen fertőzést ne kapjanak. A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak milyen eszközei vannak a képviselőtestület felé, hogy ezeket a problémákat meg tudják oldani? Hát még észrevételt nem vettünk észre, még semmit, már harmadosztályon még nem tettek semmit. Az újra meghirdetett közmeghallgatás időpontját április 3-ára tűzték ki, oda viszont a lakosok nem mentek már el. Ivanics Sándornak, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének viszont már korábban jelezték a lakók, hogy milyen nehézségekkel küzdenek. Én úgy érzem és úgy gondolom, azért nem jöttek el, mert ez már több éven keresztül ugyanez megy. Jönnek, elmondják a panaszukat, elmondják a gondukat, lépést, indulást, semmi eredmény nincs ennek az egésznek. A mai nap is azért nem jöttek, elmondták konkrétan. Nincs ennek semmi értelme, mert csak fölveszik, ha itt vannak, hogy ki mit mond, följegyzetelik, de viszont lépés ebben az ügyben nincsen. Mi nem kértünk nagyot, mi csak keveset kérünk, legalább út legyen harmadosztály, ne járda, mert az utat is úgy tudjuk használni, mint járdának. Ez az miatt lenne nekünk nagyon előnyös, mert az iskolába is, meg az óvodába is, mikor mennek a gyerekek, ne sarasan menjenek. Az autók tönkre mennek. Bárki oda kimegy, förtelmes. Az út, ami az állapota, úgy fantasztikus. És legalább erre kéne valamennyi. Ne legyen az egész megcsinálva, legalább a fele, vagy a negyede. De legalább lehessen látni azt, hogy van eredmény, van elindulás. Több éven keresztül ez a probléma, de haladásunk nincsen ebben az ügyben. A harmadosztályi és durándai lakók problémái nem új keletűek. Szinte minden évben ugyanezeket a kérdéseket vetik fel az ott lakók az éves közmeghallgatáson. Fönt a durandai részén ottan a szeméttel van a legnagyobb probléma, és ottan kértek maguknak legalább egy konténert. Most ez a probléma ott Durandán, ez meg fog lenni több éven keresztül, meg is volt. Ottan ez a probléma. Harmadosztályon úttal van probléma, mert ott szemét nincsen. Ivanics Sándor hozzátette, rendszeresen érdeklődnek a lakosok arról, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat indít-e közmunkaprogramot. A tervek szerint április első felében egyeztetnek erről az önkormányzattal, de bízik abban, hogy egy együttműködési megállapodás után megvalósulhat a program. Közmunkaprogram úgy van, hogy most 10-én kaptam időpontot a polgármester úrtól, és akkor meg fogjuk beszélni, hogy együttműködést akarnak-e kötni a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, vagy mi az elképzelésük.
Mi bízunk benne, hogy lesz, várjuk, várják ők is. Napi szinte 8-10-en jönnek megkérdezni, hogy lesz-e, számíthatnak. Mi csak az ígéretet tudjuk mondani, hogy bízunk abban, hogy az nagy önkormányzat köt velünk egy megállapodást, és akkor együttműködési megállapodás szempontjából, és akkor tudunk kezdeni. Örülnék neki, hogyha lenne, mert a több embernek tudnánk biztosítani munkalehetőséget. Ivani Csándor azt mondja, igyekeznek segítséget nyújtani az újra előjött problémák megoldásában, de többnyire ők is csak ígérni tudnak. Mi csak ígéretet tudunk feléjük mondani, de biztosat nem, és ugyanazt tudjuk elmondani, mint már több éven keresztül ezzel a problémával, hogy persze, meg lesz csinálva. Tudjuk csinálni, tudjunk hozzáállni úgy, hogy jó legyen, majd megnézzük, kaptunk ígéretet, ugyanezt tudjuk elmondani, hogy mivel ígéretet kapunk, mi is ezt tudjuk tájékoztatni. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat szerint félő, hogy jövőre újra ezekkel a problémákkal találkoznak majd, de bíznak az önkormányzat segítségében és abban, hogy előbb-utóbb lesz konkrét előrelépés a felvetődött ügyekben. Újabb egyesület alakult Halmaugrán, amelynek célja a roma lakosok helyzetének javítása. A közös ENE a Jövőért Roma Magyar Egyesületet 2016-ban jegyezték be. Elsődleges feladatuknak tekintik, hogy a közmunka segítségével emeljék ki a szegénységből, illetve a droghasználatból azokat, akik jelenleg ebben a helyzetben vannak. Már két szervezet is munkálkodik azon, hogy a halmaugrai romák életét segítse. A hosszú évek óta működő Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesület mellett a nevében és céljaikban is hasonló, de csak 2016-ban bejegyzett közösen a Jövőért Roma Magyar Egyesület is javítana a helyben lakók helyzetén. Az újonnan alakult szervezet vezetője szerint nem betétársa, hanem együttműködő partnere kíván lenni a társegyesületnek. Közösen gondoltuk, ezek halmaugraiak, 10 vagyunk az egyesületben, hogy megalakítsuk. Erre gondoltunk, mivel az a baj, hogy itt Halmaugrán a etnikum, tehát a kisebbség, az nagyon nagy százalékban van. És hogy egy kicsit fejlődjünk, tehát egy kicsit a lemaradást csökkentsünk, meg haladjunk a korral magyarán. Az egyesület elsődleges célja, hogy rámutassanak arra, leginkább munkával javíthatnak saját helyzetükön a település roma lakói. Sok a munkanélküli, nagyon sok. Körülbelül 300-350 köz van. Meg ahogy a 16 év lett az iskolai korhatár, tehát hiába mennek a gyerekek itt 4-es, 5-ös tanulók papíron, de valójában nagyon gyengék. És hiába mennek bárhová tanulni, megbuknak egyszer-kétszer sajnos, és utána már visszaesnek ide. És hogy azért valami, tehát megszokják tulajdonképpen ezzel a közmunkával, meg ebben ezt a segítéssel, azt akarjuk elérni, hogy az emberek valahogy visszaszokjanak abba, hogy a sülgalom nem repül a szánkba. Tehát, hogy magyarán, hogy valamit le kell tenni az asztalra. Tehát megszokjuk azt, megszokják a fiatalok is, anno ez a 15, 16, 17, 18 éves korosztály, hogy igenis valamit tenni kell, mert hogyha nem tesznek valamit, akkor még nő ez lemaradás, arányosan nő. Báradi Ferdinánd szerint a településen súlyos problémát jelent a drogfogyasztás. Szerinte ezen a helyzeten is az javíthatna leginkább, ha több munka lehetőség lenne a faluban a roma lakosok számára. A közösen a Jövőért Roma Magyar Egyesület egyik első lépése volt, hogy pályázzon közmunkaprogram elindítására, amelyet több tucatnyi lakónak a helyzetén segíthet. A legelső cél, mink úgy nevezzük ezeket sajnos Halmaugrán, hogy szenvedélybetegek, tehát a drogfogyasztókat. Ezeket szeretnénk, ezt a réteget céloztuk meg először is tulajdonképpen, hogy valahogy csökkentsük az ő létszámát, valahogy felnyissuk, egyfajta kapcsolót tegyünk az agyukba tulajdonképpen, hogy fény valahogy kigyújjon, mert azt szeretnénk, hogy higgyék el bárki, hogy vannak köztük tehetséges emberek, vannak, akik akarnak tenni, csak sajnos gyengét, és valahogy meg kell fogni a kezüket, és segíteni kell nekik. És ezt csak úgy tudjuk, hogyha közmunkában egyfajta módon megfogjuk azt, nekik mutatni, meg szeretnénk, az az elképzelésünk, hogy igenis, hogy az ember dolgozik, akkor emelt fővel járhat. Hadd járjanak már emelt fővel, mert szeretnénk. Tehát a kép, ami ki van rajtunk sajnos alakulva, Halmaugráról, illetve anno a romaságról, egy kicsit tisztuljon már, mint egy borult ég, egy kicsit
világosodjon már valamilyen formában. Akkor el lehet mondani, hogy ahhoz, hogy a szenvedélybetegek, drogfüggők száma, aránya kisebb legyen itt a településen, ezt a munkával próbálják csökkenteni? Egyik lépcsőben igen. Megkaptuk az önkormányzattól a lehetőséget, hogy 25 fő most dolgozzon. Ezt meg is köszönjük neki, nagyon rendesek. Ezzel ők is segítenek, tehát mi nem anyagi támogatást kértünk, egy forintot nem kértünk, mint csak lehetőséget kértünk. És azok az emberek, akik köztünk vannak, tehát vannak ilyen normális emberek, magyarán így fogalmazok, akik igenis igazi házi emberek, házi asszonyok, akik normálisan élnek, nem drogoznak, nem szabadélyezik, ezek próbálják segíteni a fiatalokat adni. Tehát így mi fogtunk össze, halmaiak. A közmunkaprogram jelenleg a település zöld területeinek a rendbetételéből áll. Ehhez már szerszámokat, eszközöket is beszerzett az egyesület. Báradi Ferdinánd azt mondja, szeretnék szemmel tartani és segíteni a fiatalokat is, akik számára a későbbiekben egy klubot hoznak majd létre. Valahogy szeretnénk elérni, hogy ezek a gyerekek, akik vannak jó értelmes gyerekek versmondásban, mesemondásban, és fogékonyak, és még rendőrök is szeretnének lenni, ezeket segítni, ezeket valamilyen formában segíteni, és valahogy úgy, abban mi, tehát ami kezdeti egyesületünknek, ami még lehetőségünk van segíteni, tehát valami információval segíteni nekik, hogy mire, hova szeretnének menni. Egy klubot akarunk létrehozni a szenvedélybetegeknek is, illetve a fiataloknak is, ami nem csak arról szólt, hogy agressziót levezetni, hanem igenis, tehát egyfajta értelmi színvonalat, valahogy kibontakozzanak a tehetségek. A szenvedélybetegek számára felvilágosító előadásokat szerveznek a jövőben a tervek szerint, de elsődleges cél a munka, tette hozzá az egyesület elnöke. Első a munka, utána pedig már vannak elképzeléseink, programunk, pályázataikra szeretnénk jelentkezni, és azoknak a pályázatoknak megfelelő irányba eltolni, hogy igenis felhúzni a fiatalságot. Milyen programokra és pályázatokban szeretnék részt venni? Az első tulajdonképpen az, hogy a szenvedélyi betegeknek egy klubot létrehozni. Azon belül szakembereket bevonni, pszichológusokat, toxikológusokat, tehát megfelelő tájékoztatást nekik ezen belül, hogy milyen eredménye lehetnek annak, hogy fiatalon az egészséges szervezetet roncsolják. Ez az első. A második pedig ez a közmunka, ez nagyon kell. Ez nagyon kell, szeretnénk, hogy ha lehet jövőre még több embert bevonni ebbe, szeretnénk ilyen 100 fős, mert nagyon jó híre van, jó, tehát egyfajta kollektíva kialakul, és igenis húzzák egymást az emberek, tehát hogy ha látják azt, hogy az egyik dolgozik, akkor én is elpróbálok, mert már azért van egy kicsi szégyenérzet az emberekben. És ez alatt, hogy most 2017. 4. hó 1-én elkezdtük, látni lehet az eredményeket itt az emberekben, a hozzáállásokban. Báradi Ferdinánd azt mondja, az évek óta működő Együtt Szebb Jövőért Roma Magyar Egyesülettel jó kapcsolatot kívánnak kialakítani. Nem egymás ellen, hanem egymással karöltve igyekeznek tenni a romákért. Nagyon, nagyon is örülünk, hogy megvan az egyesület, mert mi velük is szeretnénk együtt, mint mindenki, aki nekünk, meg a közös ügybe, tehát az, hogy valami eredményt felmutassunk, az mindenkit szeretettel várunk, hogy segítsenek nekünk. Ők kitapostak nekünk egy utat, amin szeretnénk mink is elmenni, kicsit bővíteni, segíteni nekik, hogy igenis több embert, mert sajnos nagyon nagy szükség van. Tehát így évek múlásával, arányában egyre több tennivaló van itt Halmaugrán. És ha több ember tesz szerintem, jó ember tesz valamit, akkor lesz eredménye. Milyen a kapcsolat a két egyesület között? Gondolja el, hogy tudnak majd együttműködni megfelelően Halmaugráért? Nagyon jó ismerőseim, rokonaim, tehát nagyon jó, meg ő rájuk fel lehet nézni, tehát a Mónikáik azok nagyon ügyesek, tehát tényleg jól dolgoznak, és szerintem segítenek is mindenben, amiben kell, mert mink együtt akarjuk. Tehát itt ne az legyen, mint nem azt szeretnénk, hogy széthúzás legyen, itt nem. Itt, ahogy azt vettem észre, ők is mindenki tenni akar. Most valami megmozdult Halmaugrán, adja az Isten, hogy így is legyen. Elképzelések, tervek tehát vannak, már csak az a kérdés, hogy meg tudja-e valósítani mindezt a közösen a Jövőért Roma Magyar Egyesület. A településen legalábbis többen kíváncsiak erre, és bíznak abban, hogy valóban eredményesen működik majd a jövőben a szervezet.
Önök a Gyöngyösi Városi Televízió nemzetiségi magazinját látták. Ha további érdekességeket szeretnének megtudni a velünk élő nemzetiségekről, akkor tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!